olyan fejlesztések során, mint a világítás alapegysége, a LED dióda maga, hogy ezt most közvilágítási célra, vagy egyéb világítási célra használjuk, az tulajdonképpen a kutatás szempontjából is mindegy volt. Nyilván a különböző felhasználási területek különböző lámpatestet vagy elektronikákat igényelnek, de alapvetően a két rendszer nem különbözik egymástól, sőt azt kell mondjam, hogy ugye szélsőségesebb körülmények között kell szolgálatot teljesíteni egy közvilágítási lámpatestnek, tehát idézőjelben, erős idézőjelben sokkal egyszerűbb az ipari vagy beltéri világítás létrehozása. Ilyen formájában ugye a hosszú üzemidejű karbantartás igényes helyeken találtuk rendkívül indokoltnak a LED technológia fejlesztését, ominózusan mélygarázsok, ipari csarnokok tekintetében. Itt azért már egy kicsit sikeresebb volt a magyarországi szereplésünk, ugye a Monparkban egy viszonylag nagyobb szeletét tudtuk megcsinálni a parkolónak, a West End Business Centernek a parkoló részét, aztán az irodaház részét és a Sofitel szállodát teljes egészében sikerült átledesíteni nagyon kellemes, valós megtérülési időkkel, ez jellemzően egyébként 2 éven belüli megtérülési időket jelent. És aztán ezen szintén föllelkesedve haladtunk tovább, és próbáltunk a német piacon is mozgolódni, ahol szintén beleakadtunk abba a kérdéskörbe, egy nagyon komoly vizsgálatoknak kell alávetni egy ilyen világítástechnikai berendezést vagy fényforrást, mert hogy előfordultak olyan balesetek, hogy átalakították a parkolót, jellemzően távol-keleti, igen kedvező áru, hatalmas ígéretekkel, kecsegtető berendezésekkel. Aztán a parkolóházban történt baleset, aztán ott az ügyvédek igen felkészültek ebben a tárgykörben, és rögtön helyszínen megvilágítási méréseket hajtottak végre, ahol megállapították, hogy itt a szabványnak a nyomai sem fedezhetőek föl ebben a parkolóházban, és igen komoly kártérítést kellett fizetnie a parkolót üzemeltető cégnek, mert nem biztosította a megfelelő körülményeket. Itt Magyarországon is számos fővárosi, illetve vidéki jellemzően plázák, ugye, ahol nagy forgalom és viszonylag nagyobb parkolók léteznek. Minden alkalommal elmentünk, megkészítettünk világítástechnikai tanulmányt, fölhívtuk a figyelmet arra, hogy jelen pillanatban hát igen kétséges a szabványoknak való megfelelés, egy rekonstrukció ilyen költségekkel, ilyen megtérülési időkkel járna. Több helyen történt az, hogy inkább a kedvezőbb bekerülési áru távol-keleti termékeket választották. Van, ahol már egy fél éve is üzemelnek ezek a berendezések, illetve jellemzően a beszerelteknek a fele. A megvilágítás sosem volt megfelelő, és név nélkül tudunk olyan budapesti parkolóházról, ahol bizony történt súlyos baleset, történt helyszíni fenyvérés, mert begyűrűzött a tudás, és több 10 millió forintjába került az üzletháznak az, hogy nem azt a megfelelő világítást, ami egyébként nem feltétlenül lenne a ledes, mert akár lehetne egy T5-ös hagyományos fénycsövet is alkalmazni, ha a régi előregedett T8-asokat akarjuk kicserélni, csak nem szabad abba a csapdába beleesni, hogy egy gyakorlatilag hagyományos fényforrás árához közelítő ledes terméket használunk, mert nem lesz az a műszaki tartalom, amit ettől elvárunk, és ebből bizony a végén még bal is keletkezhet, nem csak anyagi, hanem tényleges formájában is.